Az európai polgárok jól működő migrációs politikát és a jelenlegi válság kezelését várják Brüsszeltől. Az Európai Néppárt és a Régiók Bizottságának tagjai egy 10 pontból álló nyilatkozatot, elvárást fogalmaztak meg, erre vonatkozóan erről beszélgetünk itt a stúdióban. Sesták Oszkárt köszöntöm, jó estét kívánok, elnök úr! A Régiók Bizottsága és az Európai Parlament Néppárt csoportjának tagjai az elmúlt héten a görög parkokat látogatták meg Thesszaloniki mellett, és megfogalmazták ezt a bizonyos több pontból álló nyilatkozatot is. Az első kérdés rögtön felmerül, hogy mi a célja ennek a nyilatkozatnak. Hát nyilván az, hogy azt a migrációs válsághelyzetet, amely már másfél éve sújtja Európát, valamiféleképpen megoldani igyekezzen, hiszen elsősorban a települési önkormányzatok, a helyi regionális önkormányzatok találkoznak Európa szerte ezzel a problémacsomaggal. A Régiók Bizottságáról pár szót muszáj beszélnem. Egy konzultatív testülete az Európai Parlamentnek és az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Bizottságnak különböző politikai állásfoglalásokat, javaslatokat fogalmaz meg, amelyek majd európai jogszabályá is válhatnak, vagy európai jogszabálytervezeteket, véleménytervezeteket véleményez. Most az Európai Néppárt, amely hát pártfrakcióként működik a Régiók Bizottságában is, ...nak volt a kihelyezett bizottsági ülése, vagy csoportülése, ez valóban Thesszalonikiben. Én tagja vagyok a Régió Bizottságának is, annak a néppárti csoportjában dolgozom. 12 tagja van Magyarországról ennek a testületnek, ebből 6-on vagyunk néppártiak. Sikerült némi eredményt elérni a véleménytervezet megfogalmazásakor is, de valóban a legfontosabb üzenete talán, amit a megye közvéleménye felé is tudunk mondani ebben a helyzetben, hogy foglalkoztatja Európa szerte ez a kérdés a regionális önkormányzatokat, és elsősorban ők találkoznak ezzel a problémával. Mit tartalmaz a nyilatkozat? Miben értettek egyet? A probléma kezelését illetően, hogyha már benn vannak a migránsok, akkor nagyrészt egyetértünk. Az integráció kérdését és hasonló ügyeket is érint ez a nyilatkozat, viszont a probléma velejét illetően sajnos változatlanul, hát nagyon sok kérdés és hát ellentétes álláspontok vannak európai egyes régióiban. Közép-Európában azt gondolom, hogy uralkodó álláspont már az, amit a magyar kormány és a magyar önkormányzatok is képviselnek, hogy a probléma gyökerét kell kezelni, meg kell állítani az illegális migrációt, az illegális bevándorlást Európába. Ha van olyan európai ország, amely élni akar ezzel az eszközzel, akkor pedig csak szabályozott keretek között tehesse ezt. Brüsszel hajlandó-e jogszabályi változásokra, változtatásokra annak érdekében, hogy kezelni tudja ezt az egész válságot, vagy megállíthassák a bevándorlást, a tömeges bevándorlást? Ezt az országos híradásokból is láthatjuk, hogy hogyan változik egyes európai országok, akár európai kormányok, gondolunk Ausztria példájára, az álláspontja mereveken egy évvel ezelőtthez képest, és már az osztrákok is határkerítésben gondolkodnak, hiszen csak így lehet ezt a migrációs hullámot kezelni vagy megállítani. És a Régió Bizottságának, a tagjainak az álláspontja is változott. Tehát egy évvel ezelőtt a mi álláspontunkat akkor is artikuláltuk, a magyar véleményt nem igazán értették. Most sokkal több megértést tapasztalunk a bizottság tagjai körében. Itt önkormányzati vezetők vannak, önkormányzati képviselők lehetnek ennek a bizottságnak a tagjai, és valóban ők találkoznak először a problémával, tehát szerintem sokkal inkább itt már látható a változás jelei, vagy láthatók a változás jelei, mint az Európa Tanácsban, vagy az Európai Bizottságban. Tehát sokkal inkább megértünk az álláspontokkal kapcsolatban. Nézzük meg egy picit a másik oldalon is, hiszen Görögországban volt a múlt héten elnök úr, és látta ebben a menekülttáborban a helyzetet. Hol volt pontosan, mit látott, mennyien érkeztek, tengeren érkeztek-e, hogyan látják el ott a görög partokon a menedékkérőket, vagy a bevándorlókat. Ugye azt a híradásokból is tudja mindenki, hogy egyre növekszik az a létszám, ami Olaszországban és Görögországban van már, tehát kezelhetetlen állapotok uralkodnak tulajdonképpen. Egy 1000 fős migráns táborban voltunk Thesszalonikitől nem messze, gyakorlati tapasztalat szerzés céljából reménytelen és kilátástalan a helyzet. Tehát látni kell valóban azt a helyzetet, amik között ezek az emberek élnek. Ugyanakkor viszont azt is, hogy ezt az Európai Unió bármilyen gazdag tagállama sem tudja ezt a hullámot kezelni, integrálni, szabályozott keretek közé
tartani. Végső soron az a konklúziója az ügynek számomra, hogy október 2-án nemet kell mondanunk erre a fajta migrációs nyomásra. Politikai eszközöket kell adnunk a magyar kormány kezébe, hogy ezt a hullámot megállítsa. Egyre több támogatónk és szövetségesünk lesz Európában, meggyőződésem szerint, ahogy megyünk előre az időben, nem csak a visegrádi országok, hanem közép-európai és aztán nyugati országok is ebbe az irányba lesznek kénytelenek elmozdulni. De ez fontos politikai eszköz a magyar kormánynak, az október 2-i népszavazás. A Facebookon néhány fotót is közzétettem a tábort illetően, hogy valakit ez jobban érdekel a téma, és hát végül is ez a konklúzió számomra, számunkra. Ugye azt tudjuk, hogy ezek az országok, az érintett országok anyagilag már nem tudják kezelni ezt a problémát, ugye pont Görögország az elmúlt hetekben dupla annyi gyors segélyt kapott az Európai Uniótól, mint azt megelőzően, de más országok is panaszkodtak, ugye 2015-től folyamatosan érinti a probléma több európai országot. Mit látnak, hogyha ezt nem sikerül megállítani, ezt a hullámot, akkor milyen betülete lesz ennek a gazdaságra, illetve hát annak is, hogy ugye kerítések épülnek, a mobilitás, az átjárhatóság az európai országok között akadozik, akadozhat esetleg? Hát volt egy másik bizottságülésünk éppen tavasszal, ahol előadóként felkértek engem is, hogy vázoljam a problémát. Elmondtam, hogy az ukrán határon egy nagyon szigorú határrezsim van. Ott a lét se szállhat át egy kis túlzással, míg Szerbia felől, a Balkán felől kontrollálatlan és megállíthatatlan menekült hullám volt, addig, amíg a magyar kormány nem építette fel a kerítést. Tehát most is ez a hullám másfelé, Horvátország felé, Szlovénia felé, változatlan az olasz partok felől eléri Európát. Tehát nagyon faramúci és kettős ez a vélemény, ami az európai országokban van. Romániát nem engedi be a Schengeni övezetbe. Valóban nagyon fontos probléma, amit mondott. Egyébként ez volt ennek a konferenciának, a másik konferenciának a súlyponti kérdése, hogy hogyan lehet átjárható határokat megoldani változatlanul, ne egyes európai országok építsenek kerítéseket úgy, hogyha a külső határokat megvédjük. Ez jelenti a Schengeni szerződés. A külső határokon nagyon szigorú őrizet, belül viszont nincsenek határok. Ha nem veszük komolyan a schengeni határokat, akkor előbb-utóbb sajnos, ahogy az osztrákok is tervezik, újra határkerítések, határok épülnek az európai országok között. Ez pedig nem lett célja senkinek, se a magyar fiataloknak, akik hozzászoktak, hogy már közlekedhetnek az Európai Unióban, tanulhatnak, munkát vállalhatnak. Ezekre a problémákra felhívják a figyelmet még a következő napokban, következő hetekben, mondjuk ki a népszavazásig. Lesznek még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is fórumok, ahol az emberekkel közvetlenül meg tudják ismertetni, hogy milyen helyzet uralkodik mondjuk Görögországban, vagy az olasz partokon, de akár Szerbiában is. A következő Tiszalökön lesz, ha jól tudjuk. Így van, Sesták Miklós miniszter úr részvételével, remélem én is el tudok menni. Hát számos fórumon próbáljuk ezt elmondani az embereknek, tudatosítani, hogy ez nem pártpolitikai ügy, hanem valóban össznemzeti ügy. Gazdasági kérdés is, hiszen nagyon nagy teret jelent ez az európai országokra, a magyar gazdaságra is, de kulturális és civilizációs kérdés. Tehát olyanfajta muzulmán országokból érkeznek ezek az emberek, amelyek nem a mi fogalmi rendszereink szerint rendezik be az életüket. Nem azt mondom, hogy még értékesebb, vagy még értéktelenebb, ez nem értékválasztás, egyszerűen olyan, mint hogyha a világokat kellene összebékítenünk. Amíg ez kicsi, és hát mondjuk egy korlátozott keretek között történik, itt tanulnak egyetemen, itt maradnak Magyarországon, ez semmi problémát nem jelent. De hogyha egy olyan tömegben érkezik ez a nyomás az európai kultúrára, európai civilizációra, amelyik már nem is akar integrálódni, és láthatólag, hát erről szólnak Nyugat-Európában a hát különböző kriminalizált esetek, akkor ez valóban nagyon nagy veszélyt jelent az európai társadalmakra. Köszönjük szépen, elnök úr! Köszönöm szépen!